Otthonteremtés, júliustól használt lakásokhoz is jár a támogatás. Biohulladék március 18-ától kezdi a szállítást a szolgáltató. Fogyasztók világnapja idén az intelligens termékekre fókuszálnak. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Július 1-től már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamat támogatott kölcsön. Ez két gyermek esetén 10 millió, három gyermek esetén 15 millió forint. A használt ingatlanok vásárlására vonatkozóan eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt is, amely korábban a csok felvételének feltétele volt. Július 1-től jelentősen bővül az otthonteremtési program, ugyanis már használt lakásokra is felvehető lesz a kedvezményes, garantáltan a legfeljebb 3%-os kamatozású hitel, és a használt ingatlanok vásárlására vonatkozóan eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt, amely korábban a csok felvételének feltétele volt. Jelenleg a két gyereket nevelő vagy vállaló családok 10, a három és több gyermeket vállaló vagy nevelő családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vagy ház vásárlására vagy építésére. A jövőben a két és több gyermekes vagy ennyi gyereket előre vállaló családok ugyanezt az összeget használt lakás vagy ház vásárlására is felhasználhatják. Mérséklik az ingatlan fedezetű jelzálog hiteleket is. Júliustól már a második gyerek születésekor elengednek 1 millió forintot, a harmadik gyerek születésekor pedig 4 millió forintot. Ha egy házaspár új ingatlant vásárol és három gyereket tervez, akkor akár 25 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is juthat, a 10 millió forintos babaváró támogatás és a 10 millió forintos csokigénylésével, valamint a 15 millió forintos kamattámogatott lakáshitelből elengedett 5 millió forint kedvezménnyel. Ehhez még társulhat 5 millió forint áfa visszatérítés is, ha a család maga építkezik. Már nem csak az európai gazdasági térség tagállamaiban, hanem a bárhol külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszonyt is figyelembe veszik a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor, ha a magyar állampolgárok igénylik a támogatást. Ugyanígy alap lehet bármely külföldön szerzett jogviszony a babaváró támogatás kérésekor is. Míg korábban egy régi háznak az alapjait is el kellett bontani ahhoz, hogy új háznak minősüljön egy ingatlan, júliustól már a régi ház alapjára épülő új ingatlan esetén is az új lakásokra járó csok összegét lehet felvenni, amennyiben az alapok statikailag rendben vannak. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatja a családi házas övezetek lakóit, hogy a hulladékszállítási naptárban jelöltektől eltérően egy héttel korábban, március 18-ától indítják a növényi eredetű bomló szerves hulladék elszállítását. A szokásos tavaszi lomtalanítást pedig április első hétvégéjére tervezik. Az idei évre vonatkozó hulladékszállítási naptárakat már januárban eljuttatta a lakossághoz az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., de a beosztásról tájékozódhatunk a cég internetes honlapjáról vagy az ügyfélszolgálatokon. A szolgáltató a zöld hulladékot az előírások szerint meghatározott évi 10 alkalommal szemben 38-szor szállítja el Nyíregyházán. Mivel hogy az idén azért hamarabb tavaszodott, ezért a lakossági igények előtt meghajolva egy héttel hamarabb indítjuk a zöld hulladék begyűjtést. Ez pedig az idén 18-át követő héten fog kezdődni, és az elektronikus, vagyis a honlapunkon található hulladékszállítási naptárokban pontosan tájékozódhat mindenki, hogy az ingatlan elől mikor fogjuk elszállítani. Kérik, hogy a gyűjtőedényeket változatlanul reggel 6 óráig helyezzék ki a családi házak elé. Fontos tudni, hogy a zöld hulladékot a hulladékudvarokban bármikor átveszik. Amikor megindul a rendszeres szállítás, akkor a város egyik részén a barna gyűjtőedényt, más területeken pedig a felmatricázott szürke edényt kell használni. Amennyiben márciusban nagy mennyiségű biohulladék halmozódik fel, háztartásonként plusz egy zsák kihelyezését is engedélyezik majd, amit előre bejelentenek. Emellett március 23-áig tart a hulladékért virágot elnevezésű akció. A cél a szemléletformálás, hogy a lakosság a hulladékot rutinszerűen, szelektíven gyűjtse, és a feleslegessé vált csomagolóanyagokat, holmikat a szolgáltatónak adják át.
a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarban leadott különválogatott hulladékért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A szokásos tavaszi lomtalanítást pedig április első hétvégéjére tervezi. Március 15-én a Fogyasztók Világnapját is ünnepeljük, amelynek idei témája a megbízható intelligens termékek. Egyre több okos eszközt használunk a mindennapokban, az esetleges veszélyekre, a termékek biztonságos használatára is felhívják a figyelmet a Világnap alkalmából. A békéltető testületek a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a fővárosi kereskedelmi iparkamara mellett működnek. Céljuk, hogy megkíséreljék a fogyasztó és az adott vállalkozás között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyességet létrehozni a két fél között, és ezzel egyszerűen, gyorsan, hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését. Városunkban is működik békéltető testület, amelynek elnöke elmondta, március 15-én a Fogyasztók Világnapján nem csak jogvitákkal foglalkoznak, idén a központban a megbízható intelligens termékek állnak. Egy felmérés szerint jelenleg a világon több mint 23 milliárd okos eszköz van forgalomban, ezekkel kapcsolatosan az esetleges veszélyekre, a termékek biztonságos használatára is felhívják a figyelmet. Interneten keresztül irányítjuk az okos otthonunkat, és mire hazamegyünk, már meleget tudunk csinálni, de nem gondolunk abba bele, hogy a telefon és az internet közötti sávot esetleg a hackerek fel tudják törni, ezáltal lehetővé válik, hogy például feltörjék a lakásunkat. Vagy ugyanilyen dolog az, hogy mondjuk egy bébi figyelőt nézhetünk az okostelefonunkon keresztül, és ugyanez a lehetőség adódik szintén, hogy a hackerek adatainkhoz, lakásunk belsőjéhez hozzájussanak. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy mielőtt ilyen okos eszközöket vásárolnánk, már előtte, a vásárlás előtt tájékozódjunk arról, hogy mennyire megbízható biztonsági előírásokat követ a gyártó, illetve mennyire teszi lehetővé azt, hogy mi magunk egy megfelelő erős felhasználói névvel, illetve megfelelő erős jelszóval védjük a biztonságunkat, az adatainkat, a vagyonunkat. A Fogyasztók Világnapjával kapcsolatosan fontos tudnivaló, hogy 1985-ben az ENSZ közgyűlése hivatalosan is deklarálta a fogyasztók 8 alapvető jogát. Alapvető szükségletek, biztonság, információ, választás, képviselet, kárpótlás, oktatás és egészséges környezet. Ezekhez van joga a fogyasztóknak. Nyíregyházán évente mintegy 500-550 megkeresés, panasz érkezik a békéltető testülethez, tavaly mintegy 300 ügyet tudtak lezárni, gyakori a minőséggel, jótállással és szavatossággal kapcsolatos vita. Itt a tavasz, a jó idő, így rövidesen tömegével jelennek meg az autósok a gumisoknál. Akinek új nyári abroncsra van szüksége, annak is érdemes körbenézni a piacon. A gyártók és a forgalmazók is azt mondják, érdemesebb, jobb minőségű termékeket választani. Beregnek a kerékkulcsok, előkerülnek a nyári gumik és vakációra küldik a téli szetteket. Beindult a nagy üzem a gumisoknál Nyíregyházán. Az enyhe február miatt akadt olyan tulajdonos is, aki már az elmúlt hetekben lecserélte a téli abroncsokat nyárira. Az igazi roham azonban még a következő hetekben várható. A szakemberek közben felhívják a figyelmet, hogy a kopott gumit érdemes újra cserélni. A törvény szerint legalább 1,6 mm profilmélység esetén érdemes felrakni a régi szettet, de aki a biztonságra törekszik, az ne kísérletezzen, ne várja meg, míg tragédia lesz az autózásból. Attól is óvaintenek mindenkit, hogy keverjék a téli és nyári gumikat. Lehetőleg egyféle szezonra ajánlott garnitúra kerüljön a járművekre. Teljes szetcsere esetén pedig érdemesebb a jobb minőségű abroncsokat választani, még akkor is, ha ez esetleg jobban megterhelni a pénztárcát. Ezek a prémium gyártók rengeteg pénzt költenek kutatásfejlesztésre. Mindig ezek az abroncsok hordozzák magukban a legfejlettebb paramétereket, legfejlettebb technológiákat a mai kor elvárásainak. Főleg, hogyha egy prémium kategóriás vagy egy mai új autóról beszélünk, ott teljesen más fékrendszerek működnek, mint mondjuk a 80-as, 90-es évek autótípusaiban. A megfelelő gumi kiválasztása mellett az autósoknak azt is ajánlják, hogy minél előbb jelentkezzenek be a téli szett lecserélésére, mert várhatóan gyorsan köszön majd be a jó idő, és szinte az egyik napról a másikra lehet a tavaszból nyár. A téli abroncs 7 fok felett gyorsan kopik,
és kevésbé is biztonságos vele a közlekedés, mint a nyárival. A 15. országos zeneiskolai zongora verseny döntőjének ad otthont március végén a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Tegnap délután a 4-es főúton Nyírtura külterületén a Magyar Közút személygyűjtő autójának tükrét sodorta le egy másik haszonjármű. A balesetet rendőri intézkedés követte. Délelőtt a Malom és a Szabolcs utca kereszteződésében egy autós nem adott elsőbséget, és összeütközött a szabályosan érkező személygépkocsival. Az ütközés után a vétlen jármű villanyoszlopnak csapódott. Személyi sérülés nem történt. Optikai kábelt fektetnek a Kótai úton, a munkák idejére forgalomkorlátozást vezettek be. A 15. országos zeneiskolai zongora verseny döntőjének ad otthont március végén a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. A 3 évente 4 korcsoportban szervezett zenei versenyen idén 76 fiatal, köztük 3 vikáros diák méri összetudását. Borosmisi, Balatoni Péter, Obbágy Anna és Karsai Márk vagy a Tud testvérek, hogy csak hirtelen említsek néhány nevet a ma világhírű hazai zongora művészek közül, akik egykoron a nyíregyházi versenyen tűntek fel. A 70-es évek második felében a zeneiskola 2 kiváló tehetségű művésztanára, Sára Jenő és Babka József kezdeményezésére vállalta a város és az intézmény egy jelentős zenei verseny megrendezését. A cél mindig ugyanaz. Leginkább a tehetséggondozásnak a csúcsát felfedezni, ugye ide azok érkeznek, akik a legjobban zongoráznak a saját környékükön vagy környezetükben, iskolájukban, aztán megmérettetnek. Ennek az országos versenynek 7 területi válogatója volt az országban, országszerte. A keleti régióban, szintén iskolánkban rendeztük meg ennek a területi válogatóját. A 76 döntőbe jutott fiatal között 3 a vikár, illetve 2 diák a nyíregyházi muzsika zeneiskolából. A megyéből Apagyról, Kisvárdáról és Mátészalkáról kerültek még az országos zongora versenyre. A kötelező barokk zenemű mellé általában romantikus és 20. századi darabot választanak a versenyprogramba. Minden korcsoportban egy kötelező mű van, a Johann Sebastian művet kötelező mindenkinek játszani, a többi pedig szabadon választott. Nyilván minden korcsoportban meg van szabva egy bizonyos időkorlát, amin belül kell előadni a műveket, és lehetőleg különböző stílusban, karakterben kell válogatni ezeket a műveket. A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg, szakmai szervezője az Oktatási Hivatal. A versenyzők 29 város 41 intézményéből érkeznek március 29-én Nyíregyházára. A zsűri elnöke Hargita Imre zongoraművész egyetemi tanár. A díjkiosztó ünnepség és gála hangverseny március 31-én a Zeneiskola Piccoli Árki termében lesz. A Vác elleni idegenbeli győzelem után először játszhatott hazai környezetben a Nyíregyháza Spartacus női labdarúgó csapata. Az együttes a Szolnokot fogadta, és egy gólgazdag mérkőzésen 2-2 lett a végeredmény. Az első tavaszi hazai mérkőzésen a Szolnokot fogadta a Nyíregyháza Spartacus női csapata. A találkozót Örökösföldön a műfüves pályán rendezték. Jól kezdett a fehérmezes Spari, és a 8. percben Bodnár Bianca támvali lövésével vezetést is szerzett. Irányította a találkozót a hazai csapat, és további helyzeteket alakított ki, de vagy a szolnoki kapus, vagy a kapufa hárított. A 45. percben váratlanul egyenlítettek a vendégek, egy védelmi hibát kihasználva Urbán Viktória gurított a kapuba. Fordulás után a szél a szolnokiakat támogatta, és a 49. percben egy távoli lövés után, bár kintről úgy tűnt nem haladt át a labda a gólvonalon, Szívosné Bozsó Renáta révén megszerezte a vezetést a Fanatik. A 85. percben aztán sikerült egyenlíteni, Kárpátfalvi Virág egy szabadrúgásból a léc alá bombázott 22 méterről, így 2-2 lett a végeredmény.
Az első fél időben el kellett mondani csak a mérkőzést, mert korán sikerült vezetést szerezni, abszolút tudtuk uralni a játékot, többen lehetőségünk is volt, viszont döntő szituációban rendre rossz döntéseket hoztunk, és ez odáig vezetett, hogy az ellenfél három kószta lehetőségéből kettőt valahogy gólra tudott váltani. Azoknak a körülményéről még most nem szeretnénk nyilatkozni, vannak bennem kételyek a szabályosságát vagy jogosságát illetően, de ettől függetlenül nekünk muszáj lett volna ezt a mérkőzést eldönteni sokkal hamarabb. A Spari jelenleg negyedik a tabellán, és a hétvégén idegenben a Femina ellen lép pályára. A másik nyíregyházi női csapata, a Nyírség NSC a hatodik helyen áll. Ők Vácra látogatnak vasárnap. És most nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Július 1-től már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamat támogatott kölcsön. Ez két gyermek esetén 10 millió, három gyermek esetén 15 millió forint. A használt ingatlanok vásárlására vonatkozóan eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt is, amely korábban a csok felvételének feltétele volt. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatja a családi házas övezetek lakóit, hogy a hulladékszállítási naptárban jelöltektől eltérően egy héttel korábban, március 18-ától indítják a növényi eredetű bomló szerves hulladék elszállítását. A szokásos tavaszi lomtalanítást pedig április első hétvégéjére tervezik. Március 15-én a Fogyasztók Világnapját is ünnepeljük, amelynek idei témája a megbízható intelligens termékek. Egyre több okos eszközt használunk a mindennapokban, az esetleges veszélyekre, a termékek biztonságos használatára is felhívják a figyelmet a Világnap alkalmából. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!